Üdvözlök mindenkit a következő napon. Karádon vagyok. Röpke bevásárlás miatt álltam csak meg. Soha nem mondok ilyet szívesen, de egy kicsit lepukkant hely ez a Karád. Na de a lényeg, hogy tovább állok. Itt befejeztem a dolgaimat, és most Andocs felé tekerek. Egy alkalmas helyen talán megmutatom a térképet is. Akit esetleg az érdekel, hogy mi lett éjszaka a viharral, végül is az lett, hogy amilyen nagy dírrel-durral érkezett mind a kettő, úgy távozott is. Pedig az, amelyik délről jött, hát az elég fenyegető volt egy darabig, olyan kifutó szele volt, hogy tényleg azt hitte, hogy elszabadul a pokol néhány percen belül. Továbbra is külső Somogy. Bár itt most dominálnak egy kicsit a szántóföldek. Ezt most csak azért mondom, mert tehát ugye elég sokat voltam erdőben így az elmúlt napokban, és bizony az országos átlagot jóval meghaladja az erdősültsége ennek a vidéknek. Belső Somogyé is, külső Somogyé meg aztán végképp. Tiszta sár az út széle, de itt már igazából semmi. Ott takarítják le. Most azon gondolkodom, hogy ekkora viharok voltak itt, hogy innen a szántóföldről lehozta a cuccot a víz. Ezek szerint a viharokról jut eszembe, lesz ma is. Tegnap nem kaptak el a viharok, de ma kérdés, hogy mekkora szerencsém lesz. Igen, itt most jól látszik, hogy ez történhetett. Nekem pedig itt újabb emelkedőm kezdődik. Andocs nincsen annyira messze. Andocs. Műemlék templom a 15. századból. Tavaly ugyan jártam erre, de egyébként régebben még, a 90-es évek második felében és 2000-es évek elején elég sokat kerékpároztam errefelé. Egy Pisti cimborámmal, ez egy ilyen jól bevált biciklis útvonalunk volt Balaton-Boglár és Baja között, vagy viszont. Akkoriban megtettük többször ezt az utat. Egyszer még ilyen szimpla, egysebességes falubájkokkal is, a poén kedvéért. Na, én Szántót felé megyek. És ott a műemléktemplom is, csak hogy kerek legyen a dolog. Bár most pont takarja a fa. Na, mindjárt meg kell néznem a térképemet is pontosan, hogy is vannak a dolgok. Ebből rögtön látszik az is, hogy szép a templomtorony, és jó magas, és az is, hogy egyelőre még süt a nap. Hangsúly, mondanom sem kell, azon van, hogy egyelőre.
megálltam a térképet megvizslatni, de főleg azért, hogy megmutassam. Tehát itt öreg laknál jöttem rá erre a térképre, itt van Lengyel-Tóti, és akkor itt ezekben az erdőkben kolbászoltam, sokat itt van Kisberény, és hát ugye itt volt az, hogy gyakorlatilag egy napot töltöttem el benne a rengetegben, és akkor itt Szőlősgyöröknél értem le, Boglár, Lelle, Látrány, Karád, itt volt az az erdő, amit még tegnap megnéztem, és Andocs. Innen meg megyek tovább errefelé, itt lesz majd egy területem, ez is az lesz, akkor itt Ádánd mellett lesz még, Balatonendréd mellett, meg még ezek az kisebb-nagyobb zöld foltok még azok, amiket majd úgy meg kell nézegetni. Nagyjából egy kupacban lesznek ezek, tehát nem lesznek messze egymástól. Most jó is, hogy így lesz, mert hogyha tényleg bejön az ítéletidő, most úgy tűnik egyelőre, hogy például pénteken egész nap esni fog az eső, meg már ma este is, lehet, hogy holnap is, de pénteken biztosan, és javulás is talán csak vasárnaptól jön, úgyhogy lehetséges, hogy valami fizetős szállásra fogok benevezni, és akkor majd ilyen, amikor éppen néhány órás viszonylag jó idő van, akkor ugye elmegyek nézelődni, de nem így nagy csomaggal. Hogyha sok eső esik, akkor az utak is sárosak lehetnek majd, és könnyedén el fogok akadni. De hogyha csak ilyen napi cuccal megyek, akkor az úgy viszonylag talán még jobban kivitelezhető. Tehát Szántót felé fordultam, tekerek ki Andocsból emelkedőn. Felhasználtam a pihenőt arra, hogy felhívjam Zoli cimborámat, hogy érdeklődjek. Szép helyen van ez az Andocs is. Na, aki esetleg nem értené, miről van szó, Zoli cimborám, aki eredetileg környezetmérnök, de aztán egy kicsit tovább képezte magát mindenféle tanulmányokkal, meteorológussá. Valójában ezt ő ilyen keftelésből űzi, tehát nem profi meteorológus, és elsősorban az ilyen heves eseményeknek a szakértője, tehát ilyen viharok vagy zivatarokat kísérő jelenségek, és bizonyos dolgokban, tehát ilyen hobbistaként nemzetközi hírnévre is szertett, tehát mindenkit bátorítok, hogy amit szeret, abban mélyedjen el, mert ki tudja, mi lesz. És őt szoktam mindig felhívni, bármerre járok. Ezt értsétek úgy, hogy például volt olyan, hogy a Dolomitokból hívtam föl, hogy mi lesz, aztán nagyon pontos előrejelzést adott. Na szóval azt mondta tömören és velősen, hogy a ma délutánom és a késő délutánom az egy tömény szívás, akár jégeső szintjén is, sőt, jégesőre hatalmas esélyem van és nagyon heves zivatarokra is. Na, talán már az előbbi felvétel is látszott, hogy Andocs már úgy mélyen alattam volt, egy jó hosszú emelkedőn tekertem ki a faluból. Most már fönn vagyok ezen a széles dombháton. Délnyugati szél van, és a viharok is onnan jönnek. Azt mondta Zoli, hogy éppen most lépett be egy zivatarrendszer az ország területére, de az még elég gyengus, úgyhogy lehet, hogy el fog halni, mire ideér. Aztán röhögve megígyezte, hogy vagy nem. De hogyha el is hal délutánra, lesz helyette másik, és azt mondta, hogy igen nagy valószínűséggel pont nem fog elkerülni, tehát nem az lesz, mint tegnap, hogy pont elkerül, hanem hogy pont nem. De ami ennél is nagyobb szopás, közben azért mutatom, hogy elég jó kilátás van, tehát ami ennél is nagyobb szopás, az a folytatás.
Tehát a folytatásról annyit mondott Zoli, hogy legjobb lesz, ha keresek magamnak valami esőbiztos kuckót, veszek egy könyvet egy boltban is, és olvasgatok. Ugye sokat elárul. Tehát nagyjából holnap délutántól vasárnap reggelig azt mondta, hogy a terepmunka az nem igazán esélyes. Szakadó, ömlő eső, hideg, tehát ilyen 15-6 fok akár. Bár azt mondta, hogy itt ezen a részen annyira nem, az inkább nyugaton, még nyugatabbra, de akkor sem bíztató. Ugye ez arra sarkal, hogy átgondoljam a dolgokat. Hú, de jó néz ki ez most így, azért örömködök, de közben azért így járnak a fogaskerekek az agyamban. Bocsánat az éles váltásért, de pont betelt a memóriakártya, ki kellett cserélni. Szóval az okozza a dilemmát, hogy most akkor 3 éjszakát legalább ki kéne fizetni valami panzióban, mert szakadó esőben a sátorban sem kellemes ülni, pláne nem napokig. De ugye értelmetlen az egész, hiszen ugye nem kirándulni jöttem, hanem mindenféle dolgaim vannak. Szóval lehet, hogy ma-holnap néhány napos szünetet tartok, vagy elkezdek ebben az egészben. Tehát, hát most kivárom a mai viharokat, aztán holnap hazamegyek, úgyis van épp elég dolgom, ilyen bent ülős dolgom, tehát ilyen számítógépen való munka, és aztán jövő hét elején pedig folytatom a félbehagyott terepmunkákat. Ennek most úgy érzem, sokkal nagyobb értelme van. Meg úgy egyébként még a vonatjegy is olcsóbb, mint az, hogy itt 3 éjszakát kifizessek, vagy 4-et. De ezt még mindjárt így átpörgetem az agyammal. Be is jöttem a következő területemre, és a forgatókönyv innentől kezdve tulajdonképpen semmi más, mint hogy itt leszek és várom az időjárásnak a fejleményeit. Nézelődöm lefelé azért, hogy valami állatot találjak, fölfelé meg azért, hogy lássam, mi a helyzet. Már több mint 2 órája mászkálgatok a területen össze-vissza, körbe-körbe. Sajnos a látóhatáron gyülekeznek a komoly viharfelhők. Változatos terepviszonyok. Most például bent megyek a búzatáblában. Néha majdnem elesek, de hát mindegy. Na szóval elég sok időt eltöltöttem itt. Sok állatot sajnos nem láttam, de találtam egy egészen fiatal, frissen elütött erdei siklót, egy igazi kis erdei sikló bébi, tehát nagyon sajnálom szegényt. Rengeteg hüllő kétélt üleli halálát az utakon. Na most az elmúlt órában aztán tekertem mindenhol, sűrű erdőben, szántóföldön. Mindenhol. Eredeti tervem az volt, hogy Tab felé megyek, de átértékeltem a helyzetet, és Szántót felé megyek. Ha most azt kérdeznétek, hogy mi a helyzet az időjárással, jogos kérdés lenne,
Az a helyzet, hogy azok a viharfelhők, amik egyébként elég komoly viharfelhők voltak, amiket mutattam, azok észak felé mentek el. Neten megnéztem, azok annyira északra mentek el, hogy a Bakonyban csaptak le azok a viharfelhők. Itt még egyelőre semmi probléma nincsen, de mindjárt utána járok. Úton Szántót felé. A fő probléma az egyébként, ezt egy kicsit szégyenkezve vallom be, bár ezt azt hiszem, hogy mondtam már egy korábbi filmemben egyszer, hogy nagyon brutális pollen allergiám van, és pont ez a május az, ami a fő szezon. Lehet, hogy hallatszik is a hangomon, hogy be vagyok rekedve. Tehát ma már ilyen brutális allergiás rohamaim voltak, és azt hiszem, hogy a gyógyszert is egy kicsit túladagolta. Egyszerűen szinte lehetetlen lenne így kint lenni, ha nem lenne muszáj. És ez az, ami így rányomja a bélyegét egy kicsit a hangulatomra. De hát mindenben próbálom a pozitívumot látni továbbra is. Tehát például, ha jönne valami nagy vihar, meg a többnapos eső, ami biztos, hogy jön, a vihar az még kérdéses, az kicsit lenyomná a pollent. Ejjjj. Bár azért jobb lenne, ha nem jönne eső. Továbbra is nagyszerű kis dombok, amik körbevesznek, de én most már szinte végig lefelé megyek. Kereki a következő falu, távolban pedig látszik a Kőröshegyi Völgyhíd is. Még egyelőre velem egy vonalban, vagy még lejjebb is. Nem sokára a Balatonon leszek, az a lényeg. A Völgyhíd alatt fogok átmenni. Távolban pedig a Balaton felvidék is látszik, és a Balaton víztükre is egy kicsit. Impozáns méretű. Le is értem Szántódra, és ez már alig, hanem a Balaton parti kerékpárút, sőt, hát igazából biztos. Na, valami szállást fogok keresni Szántódon. Még egy helyet itt meglátogatok, amit meg kell, mert itt is van nem messze egy kisebb terület, és utána valami kemping, vagy valami ilyesmi megkeresése lesz a fő cél. Na, itt is vagyok. Most háttal vagyok a Balatonnak, tehát ugye ott vannak a külső somogyi dombok, onnan érkeztem ide, és ez egy új, hát nem tudom, kerékpárút, vagy kerékpárút és gyalogút kombináció, még nincs teljesen befejezve. Nézelődöm egy kicsit. Hát, vihar. Egyelőre nem jön vihar. Távolban ott van néhány üllő. Az biztos, bár csak a pereme látszik fönn, de azok cumulonimbusok. Az tuti biztos.
itt ülök most egy kis csatorna fölött, egy ilyen fapallón, és nézelődöm. Élvezem a napsütést, a vihar állítólag úton van már, úgyhogy nem sokáig. De van mit nézegetni. Teknős is, mint ahogy látjátok. Több teknős is ráadásul, meg néhány béka, vízisiklók. Na, következő a helyzet. Hihetetlen rövid idő alatt nagyon beborult. Ettem egy hamburgert, nem volt annyira rossz. Csak mondjuk nem szeretem, hogyha a saláta az egy kicsit úgy homokos marad. De legalább az ásványi anyag utánpótlásról is gondoskodtak. Szállásom egyelőre még nincsen. Majd talán lesz. Földvárra érek lassan. Nagyba keresek valami panziót vagy kempinget, de egyszerűen nem akar összejönni a dolog. Kifutó szél meg már megindult. Egyre cikibb a helyzet, szállás meg természetesen nincsen. Csak a nagy hotelek vannak nyitva, a panziók valahogy vagy elbújtak, vagy én nem tudom. Két kempinggel is próbálkoztam, egyik se volt nyitva. Na most mutatom, hogy elég durva. Továbbra sincs nyitva semmi. Eléggé durva. Tehát még nincs annyira este egyébként, de most nem tudom, mit csak lemegyek a partra, aztán vannak ilyen, még olyan ilyen sütődék, amik nincsenek nyitva, aztán oda beállok. Vihar első hulláma elment. Beálltam ide. Ilyen sütödék, vagy mi ez? Cocktail Ice Café. Jó reggelt! Igazából azért mutatom azt a bódésort, hát bódé, tehát ilyen kávézók, vagy ilyesmi, mert ott aludtam, az egyiknek a teraszán. Igazából nagyon érdekes, mert így teljesen kihalt az egész város, ahogy, vagy város, hát nem is tudom, hogy mennyire lehet ezt itt annak nevezni, főleg itt a part felüli részét. A vihar előtt sem volt igazából nagyon dépes, de aztán teljesen kihalt az egész. És hát egészen nyugodtan bekucorogtam, én ott hálózsákomat kibontottam. És éjfél felé mégis kijött a kutya a házból bentről, és akkor kijött egy fickó megnézni, hogy mi a helyzet. Hát mondtam neki, hogy ne haragudjon, de behúzódtam az eső elől. Egész egyszerűen kemping zárva, panzió zárva. És azt mondja nekem, hogy ja, jó van, semmi probléma nincsen. És akkor ott aludtam bent a teraszon, ott a legmélyén az egésznek. És hát nem mondom, hogy ez volt a legjobb éjszakám eddig életemben, de egy 6 órát sikerült aludni, tehát sokkal, de sokkal jobb volt, mint a torinói tavaly. Összesen lehet hasonlítani. Szóval akkor így látható is már hajlalodik, tehát hát most nem tudom, mennyi az idő, 3:45 vagy valami ilyesmi, és bár éjszaka olyan éjféltől 3-ig egyáltalán
nem esett az eső, most ismét elkezdett esni. Nem szakad, de azért esik rendesen. Most éppen nem esik annyira, de azért esik folyamatosan. Mondjuk körülbelül ezt is jósolták, meg Zoli is ezt jósolta, hogy lesz egy ilyen délelőtti szünet, aztán majd újra kezdődik. Azért esik annyira, hogy az esőruházatomat nem vettem le. Mutatom, van egy ilyen kis fasz a vízállóra, drágom. Eredetileg azt hiszem, hogy valami vitorlás gatya volt. Turkálóba vettem 290 forintért. Ez még emberen nem volt sose. És elég faszán vízálló. Nem teljesen, de azért elég faszán. Egy zöld küllő, szerintem a legszebb harkályféle. Olyan harkály, ami megfigyelhető olykor a talajon is, mi több, gyakran hangyabolyókat is kiszokott fosztani. Nagyon hosszú nyelve van, hosszú ragadós nyelve, és úgy szokta a hangyákat összeszedni. De természetesen sok minden mással is táplálkozik. Mindenesetre érdekes, mint valami veréb úgy ugrál. Mint látható, nagy kanizsán vagyok már. Az volt a tervem eredetileg, hogy felszállok a vonatra valahol a Balaton parton, de mivel még jócskán volt időm, ezért kitaláltam, hogy Balaton-Szentgyörgyig elmegyek, hiszen úgyis csak szemerkél az eső. De aztán a szemerkélés átcsapott igen komoly esőbe, úgyhogy gyakorlatilag szarrá áztam. Sajnos réges-régi esőkabátom, hűtársam, immáron 7 vagy 8 éve, hát megöregedett szegény, kiderült, hogy most már mindenhol beázik, úgyhogy teljesen vizes lettem. Ellenben a 290 forintért, ismétlem 290 forintért vásárolt esőnadrágként használt vitorlás gatyám az kitűnőre vizsgázott. Folytatásban Zalaszentivánig vonatozom, aztán Zalaegerszegre és onnan Rédicsre.